Inga Lindström, Második esély. Magyar hangok. Cető Zsanett, Mózer Károly, Andrész Kati, Rosta Sándor, Bordás János, Dögei Éva, Várkonyi Andrea. Forgatókönyv Krisztián Szatkó. Szia! Jó reggelt, kedves anyósom! Ahogy Sven? Nem, most nem tud, el van foglalva, igen. Tényleg? Hát ez nagyon klassz. Mondd meg Olofnak, hogy tiszta szívből gratulálok. Megmondom, hogy kerested, jó? Szia, Marlene! Szia! Apádat lehet, hogy beválasztják a legfelsőbb bíróságba. Anyád szerint jó esélye van rá. És anyád el akar menni valami vacsorára a döntés után. Fogalmam sincs, megint mit vegyek fel. Semmit. Leginkább semmit. Kifelé. Nem. Kifelé. Valamit ki kell találnunk a fogadásra, Tánya. 30-40 ember nem túl sok, de különlegesnek kell lennie. Ugye nem hívsz fel mindenkit és kürtölöd szét a világban? Egyelőre csak javaslat. Az csak formalitás. Meg fognak választani. Minden más igazságtalan lenne. Kivételesen abszolút egyetértek veled. Kérlek, tégy meg egy szívességet és várd meg a döntést, rendben? Tudod, milyen nehezemre esik, hiszen úgy örülök neked. Ez a karriered csúcsa. Délben találkozunk? Igyekezni fogok. Óvatosan az evezéssel, még szükség lesz az erődre. Ez az, ezért csinálom. Szia. Nem maradj sokáig. Mobilt vittél? Mobil. Erik és Máltem a suliban lesz. Ne hagyj egyedül a nehéz bútorokkal. Hagytalak valaha egyedül? Ezt elfelejtettem. Tűnj már el! Na, apa? Rekord megdöntve? Igen, majdnem. Nem sokon múlott, de sokat fejlődtem. Nem csoda ilyen hírekkel. Gratulálok, ez óriási dolog. Köszönöm, de még nem választottak meg. De megérdemled. Komolyan mondod? Szerinted nem tudom, mit tudsz. Persze, hogy komolyan. Akkor annál jobban örülök, köszönöm. Üdvözlöm Júliát! Átadom, én pedig anyát! Ja. Felhívhatnád! Szerintem várja. Thank you.
Azt hiszem, egy kicsit megszédültem. Szerintem nem is reggeliztem, vagy... Mindegy. De hol van Sven? Hiszen megbeszéltétek. Nem tudom, már itt kéne lennie. Pedig ide akart jönni. Ezért pótlékot kérek, ez nincs benne a szerződésemben. Majd Sven kifizeti. Fogalmam sincs, hol lóf rá megint. Várj egy kicsit. Amit tőlem fog kapni. Halló? Mi? Igen, tessék? Olof, hol vagy? Sven baleset érte. Azonnal ide kell jönnöd. Megsérült? Kórházban van. De mi van? Mi történt? Nem tudom, azt mondták, azonnal menjünk. Szerintem nagy baj van. Olof, ha meghal... A Hafen kórházban vannak, oda jössz? Én is most indulok. Igen. Már úton vagyok. Már úton vagyok. Olof, itt vagy még? Hallottad? Svenhez kell mennünk. Olof! Mondj már valamit! Mondj valamit! Hallasz, Olof? Julia! Hol van? Mi történt? Svent elütött egy motorcsónak. Én sem tudok többet. Már műtik is? Nem, még csak vizsgálják. Beszéltél az orvossal? Nem. Ki az illetékes? Nem tudom. Jó napot. Gondolom maga Frau Maybach a feleség. A szülei vagyunk. Mi van a fiunkkal? Üdvözlöm. A fiúk állapota stabil. Traumás koponya sérülése van. Valószínűleg az ütközésnél a saját evezője csapódott a fejének. Az MR vizsgálat szerint egy vérömlen képződött, amit figyelni fogunk, de normális esetben magától felszívódik. És ha nem? Maradandó károsodása is lehet? Ha a vérömlen mégsem szívódna fel, akkor igen, meg kell műtenünk, de én optimista vagyok. Jöjjenek, oda kísérem magukat. A fiúkat mesterséges kómában tartjuk. Ilyen esetekben ez a normális eljárás, mert így könnyebben regenerálódhat az agy. Nem, Zelma, csak a 13 és 11 órás megbeszéléseket mondja le, jó? A 15 órás időpont maradhat, ítélet hirdetéskor már mindenképp a bíróságon leszek. Igen. Igen, a vacsora a bírósági elnökkel. Kérdezze meg, hogy eltolhatjuk-e, habár nem. Gondoskodom róla, hogy odaérjek, jó? Muszáj lesz. Biztos nem tart annyi ideig. Tessék? Ja, igen, akkor ma este, vagyis később. Köszönöm. Várjanak, ott a férjem. Bejelentették már a rendőrségnek? Később jelentjük. Semmit nem láttam. Cserbevagyás, ez bűncselekmény. Hirtelen visszatolatott, és már a földön feküdtem. A rendszám? Milyen autó volt? Kérem, Westenholm, ne izgassa fel a feleségét. Később intézzük. Az egy bűnöző, ha egyszer elkapom.
Hát itt vagy. Kiküldtek minket, mert még csinálnak pár vizsgálatot. Menjünk haza, majd értesítenek, ha történik valami. Biztos így a legjobb. Hazavigyelek? Nem, hagyd csak. Egyedül megyek. Te csak ne aggódj, kibírom. Te is jössz? Bemegyek a bíróságra. A Hansen ügy ítélet hirdetése után rögtön jövök haza. Mondd, hogy megint egészséges lesz. Az lesz. Fiatal és erős. A kórház pedig nagyon jó hírű. Rendbe jön. Laura hívott, hogy segítsék kell. Ezt nem fogadhatom el. De, hidd el. Miért dolgozol egy ilyen napon? Mára beszéltük meg a hálószobát. Gondoltam, legalább az ágyat összerakom, hogy ne kelljen a földön aludniuk. Oké, benne vagyok. Mindig is ágyat akartam szerelni veled. Most úgysem tehetek semmit Svenért. Akkor miért ne dolgoznék? És hogy van, Sven? Fogalmam sincs. Nagyon félek. Gyere ide. Mitől félsz? A ma reggeli órák is szörnyűek voltak, ráadásul hetekről beszélnek. Fogalmam sincs, hogy fogom kibírni, és ha soha többé nem ébred fel. Persze, hogy felébred. Nemrég olvastam, hogy valaki 19 év múlva ébredt fel. 19 év? Megőrültél? Ne haragudj, úgy értem. Azt akartam mondani, hogy bármikor felébredhet. Egyébként meg az orvosok simán vissza tudják hozni a kómából. Ha felébred, hidd el, újra a régi lesz. Gyere! Sikerülni fog, kemény fickó. Nem is láttalak, ne haragudj. Hol voltál ilyen sokáig? Sajnálom, hogy sokáig elhúzódott, de elszabadult a pokol. Hol voltál? A bíróságon nem, mert felhívtam őket. Én... Igen, csak ki kellett szabadulnom. Ma nem tudtam dolgozni. Hallottál valamit Svenről? Az állapota továbbra is stabil. Az orvosok bíznak benne, hogy nem sokára vissza tudják hozni. Mi van veled? Valami történt. Én balesetet okoztam. Mi? Az autóval? Igen. Amikor pont telefonáltunk Sven miatt, ott volt egy biciklis. De nem láttam tolatás közben. Nem tudom, honnan került elő. Megsérült? Nem hiszem, hogy komoly. Nem tudom pontosan, mert elhajtottam.
Nem álltál meg? Több mint 100 méterre voltam, amikor észrevettem, hogy mi történt. Oda akartam érni a kórházba. Egyébként is valaki a segítségére sietett. És aztán? Hát... Hammersőnél behajtottam az erdőbe. Zelma bejelentette, hogy ellopták. Ezt nem mondott komolyan. Ha kiderül, büntetett előéletű leszel, és akkor elfelejtheted a legfelsőbb bíróságot. Lehet, hogy soha többé nem mehetsz a közelébe. Igen. Igazad van. A legjobb, ha jelentkezem a rendőrségen méghozzá most. Egy pillanat, Olof, ne olyan gyorsan. A cserbenhagyást még megúszhattad volna, de a lopás szillelésével jó mélyen beleástad magad a dologba. Ezt meg hogy érted? Felismert valaki? Nem, biztos, hogy nem. Az egész gyorsan történt. Rendben, baleset volt. Ez egy rossz reakció. Nem mész a rendőrségre. Nem lehet, hogy tönkre menjen életed munkája. Ráadásul ez nem csak rólad szól. Mindketten benne vagyunk. Julia Maybach. Mi van Svennel? Tartom a vonalat. Halló? Igen, én vagyok. Oké, szuper. És már ébren is van? Jó, szóval most kezdik el ébreszteni. Akkor nem, már indulok is, már is ott vagyok. Oké, rendben. Köszönöm, rendben, viszlát. Ma ébresztik Svent. Azt hiszem, ébredezik. Üdv. Na, újra közöttünk. Hogy van? Mi történt? Hajóbalesete volt. Mesterséges kómában kellett tartanunk. Vannak fájdalmai? A fejem kissé kótyagos. Nem emlékszem semmire. Örülök, hogy újra itt vagy. Ne csináld ezt többet velem, majdnem belehaltam a félelembe. Az egész a hülye fitness rögeszméd miatt van. Mondtam, hogy túl sokat evezel. Már nem emlékszel? Palmeréknél meg akartuk csinálni a hálószobát. Késésben voltunk, de te mindenképp evezni akartál. Palmerék? Ágy és szekrény. 4 méter meszelt tölgy. Te beszélted rá őket a magas plafonra, nem emlékszel? Nagyon sajnálom. Ilyen balesetnél előfordulhat, hogy a páciensnek részleges amnéziája van. Emlékszik a nevére? Sven Maybach. Jó, és a születési dátuma? 83. május 12. Jó, és a felesége neve? Julia. Én vagyok Julia, a feleséged. Van egy asztalos műhelyünk és egy kutyánk, Bali. Hogy emlékszik a születésnapjára, ha engem nem ismer fel? Sven! Szia! Iszonyúan megijesztettél minket. Szia, anya! Szia, hogy vagy? Szia, anya! Jól, ne izgasd fel magad. Nem. Szia, apa! Na, ne vágj ilyen ilyet képet. Mindig azt mondtad, hogy olyan a fejem, mint egy kókuszdió. Szia! Na, minden oké? Okay. Mm-hmm. Megint magánál van, és... az orvosok szerint minden rendben. De? Ha emlékezett kiesés. Vagyis? Nem emlékszik a balesetre.
és rám sem. Úgy néz rám, mint egy idegenre. De ez elmúlik. Részleges amnézia az orvos szerint. Normális esetben elmúlik, de lehet, hogy nem. Nem tudja, hogy a felesége vagyok. Az elmúlt 4 évnek annyi. De a szüleit rögtön megismerte, én ezt nem értem. Akkor a többire is emlékezni fog. Egy hozzád hasonló nőt nem felejt el az ember. Miért fordultál be? Mert hazamegyünk. Igen, de az laknak ott. De mi Zödában lakunk. Az esküvő után beköltöztünk a közös házunkba. Ja, értem. Bocsánat. Tavaly nyáron világos kékre festettük az egészet. Feltartottuk a barkácsboltot, mire kiválasztottuk a megfelelő festéket. Az egyik túl zöld volt, a másik olyan fura lilás. Már a festés előtt teljesen kikészültünk. De végül megtaláltuk a megfelelő színt. Nyilvánvalóan. Isten hozott itthon. Köszönöm. Köszönöm. Hát szia, kutyus. Nagyon hiányoztál neki. Első nap órákig ült az autóban rád várva. Na gyere, gyere, menjünk be. Oké. Maybach. Igen, szia, Marlene. Nem, most értünk haza. Sven, jól van. Egy kicsit fáradt szerintem, de azért jól van. Igen, megkérdezem, várj. Anyukád, de ha akarod, akkor... Az anyám? Persze. Szia, anya. Minden rendben? Igen, igen. Tényleg jól vagyok. Végre itthon. Nem, nem. Klassz, klassz. Kicsit kicsi, de... Ugyan, majd megszokjuk egymást, elvégre házasok vagyunk, legalábbis szerintetek. Oké, akkor majd visszatérek rá. Rendben. Üdvözlöm apát, jó? Még látlak, szia. Ez mi? A házassági bizonyítványunk, és ezek itt a hozzátartozó fényképek. És ez egyértelműen te vagy. Figyelj, nagyon sajnálom, de így sem emlékszem semmire, akármennyire is szeretném. Nem számít. Oké. Okay. Ezen nem fogunk stresszelni, rendben. A lényeg, hogy újra együtt lehetünk. Úgy örülök, hogy újra itt vagy. Ne haragudj, ez... Sajnálom, nem akartam tolakodó lenni, csak... 4 éve házasok vagyunk. A feleséged vagyok, te pedig a férjem. Én is tudom, hogy ez egy nagyon fura helyzet. Főzök egy teát. Oké. Várj, inkább kávét innék. De te már leszoktál a kávézásról. Nem is tudom, hogy van-e itthon. De hozhatok kávét, ha kérsz. Nem, ne fáradj, megkóstolom a teát. Még nem jött üzenet? Kaspar megígérte, hogy rögtön értesít. Már 10 óra óta üléseznek. Ott, fent ülnek. Normál esetben délre végezni szoktak. Talán mégis bonyolultabb a döntés. Ne aggódj, sikerül, te vagy a legjobb. Még mindig a biciklis miatt aggódsz? Nem. Betelefonáltam a kórházba. Ne aggódj, azt mondtam, egy barátja vagyok és meglátogatnám. Csak a lába tört el, már régen otthon van. Szerencséje volt.
Nekem is. Ja. Nem fest túl jól. Láttalak titeket fentről, és személyesen akartam közölni a hírt. Gratulálok. A legfelsőbb bíróság bírája lettél. A döntés egyhangú. Ez fantasztikus. Szívből gratulálok. Nagyon örülök, öreg barátom. Ennél többet nem érhetsz el. Igen, ha eltekintek a miniszterelnöki beosztástól. Király, nem lehetek egyedül. Szerény, mint mindig. Adok egy kis fogadást, Kaspar, ugye eljön? Persze, hogy eljön, hiszen ünnepelünk. Szívesen jövök, és örömmel kocintok a kinevezésedre. Úgy örülök, és olyan büszke vagyok, ahogy végigcsináltad, egészen lentről, egészen fentig. Az egészen lentről enyhe túlzás. Apám becsületes iparos volt, aki mindig támogatott. Aki mindenáron azt akarta, hogy vedd át a műhelyét. Minden esetre nagyon büszke lenne rám. Szia! Azt hittem, ma nem jössz be. Őszven! Igen, tudom, egy ideje már nektek dolgozom. Vagy úgy, tényleg, mert teljesen összezavarodtam. Szia, Laura vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Én is örülök. Sven megnézni a műhelyt. Rendben. Laura maga az iroda. Nélküle egyetlen számlát sem küldenénk ki. Értem. Lenne egy kis aláírni való. Majdnem kész. És hol dolgoztam? Hol a munkahelyem? Mindenhol. Te csináltad a szekrényt. Tényleg? Én terveztem? Komolyan? Igen, te vágtad méretre a fát, lecsiszoltad, ragasztottad és csavaroztad. Még lakkozni kell. Gyere velem! Jó. Szia, Sven! Szia! Ő Malte! Ő itt Erik. Szia. Szia, Sven. Ők a gyakornokaink. Legutóbb a székeken dolgoztál. Ez a nagypapámtól van. Régen a szobámban volt. Hogy kerül ide? Akkoriban elhoztad, mert imádtál a műhelyében lenni. Igaz, mert asztalos volt. Addig faragtatta velem ezeket a lovakat, amíg meg nem tanultam. Imádtad a fa és a ragasztó szagát. Ez igaz. Azt hiszem, ezért is szerettél belém. Mert nagyapámra emlékeztetsz. Hát remélem, hogy nem csak azért. Mindig azt mondtad, hogy miattam jöttél rá, mit akarsz valójában csinálni, és akkor abba hagytad a tanulást, és asztalosnak mentél. Úgy érted, azért lettem asztalos, mert benne van a vérem. Igen, azt mondtad. Aha. Szóval gyerekként barkácsoltam, erre emlékszem, de ezt sokan csinálták. Ha tényleg akkora asztalos lennék, akkor éreznem kellene valamit, és tudnám, mit csinálok, de számomra ez csak egy fa. De Sven, még az elején vagyunk. Biztos, a kezed még nem emlékszik. Én álmos vagyok, lefekszem. Mindjárt megyek. Fenébe! Mit keresel? A hálót. Bocsánat. Nyugodtan bejöhetsz. Máskor nem vagy szégyellős. Nem. Hát, oké. Idén akartunk elutazni. Ha meggyógyultál, elmegyünk, ugye? Így szoktál aludni. Azt hiszem, ma inkább a nappaliban alszom. Egyelőre. Oké. Jó ét.
Jó ét. Szia, Sven, na? Minden rendben van? Oh, jó ég, elfelejtettem, már ennyi az idő? Igen, szia. Szia. Ő Axel, egy közös barátunk. Axel Riese, egy műhelyben dolgozunk, és Julia révén ismerjük egymást. Jól megértitek egymást, és Axel sokat segített az elmúlt napokban, ezért úgy gondoltam, meghívom reggelire. De ha nem jó, akkor ne, megyek ne, is. Ne, mindjárt kész a reggeli. Tojást csinálok. Tényleg nem emlékszel rá? Nem. Mintha nem is ismernél. Igen. Szóval semmit nem tudsz rólunk. Mit kellene tudnom? Veszekedtünk és verekedtünk, vagy nem is vagyunk barátok? De. Igen. Mondd, jobban vagy Júliával? Van valami köztetek? Miből gondolod? Mert hajnalok hajnalán pezsgőt hozok. Sven, kihoznád a nappaliból a vízes kancsót? Persze. És hol van? Majd én hozom. Bocsánat. Semmi baj. Sajnos nincs, pedig tetszik a feleséged, de az utamban álltál. Tehát utálsz, és nem is vagyunk akkora barátok, ugye? Hé, tudok veszíteni. Pedig az elején eléggé az agyamra mentél. Micsoda egy pökhendi, gondoltam. Egy frusztrált tanuló, aki meg akarja mutatni, milyen egy asztalos. Végül jól beváltál. Júlia is így véli, de úgy érzem, hogy egy szöget sem tudok beütni. Őrület, mindent elfelejtettél? Nem mindent. Az európai szabadalom minden egyes szerződött államban ugyanazon hatáskör alá tartozik, és ugyanazon előírások vonatkoznak rá, mint az adott államban hatályos szabadalomra. Miről beszéltek? Svéd alaptörvény 15-ös paragrafus. A tulajdonjog védelme azon alapul, hogy senki sem kényszeríthető kisajátítással vagy másfajta rendelkezéssel arra, hogy a tulajdonát átadja a közösségnek vagy egy személynek. Memória, oké. Sven! Minden rendben, jól vagy? Igen, persze, minden rendben. Őszintén, hogy vagy? Néha fáj a fejem, de a tabletták hatására hamar elmúlik, és nehezen tájékozódom. Mit mondjak, ide jobban tudom az utat, mint az otthonomban. De az jó. Lenne pár kérdésem. Sajnálom, van egy fontos időpontom, és nem tudom lemondani. Tudod mit? Maradj itt, 2-3 óra múlva itt vagyok. Ez milyen autó, új? Bérautó, apád az enyémet használja, mert az övét ellopták. Tényleg? Megkérem Tányát, hogy készítsen valamit enni. Csak azt akartam megtudni, hogy miért hagytam abba a jogot. Már nem emlékszel rá? Azt tudom, hogy tanultam a vizsgára. Pont előtte álltál, nem tudom, miért hagytad abba. A jegyeid tökéletesek voltak, és szeretted. Azt akartad, hogy az irodádban dolgozzak. Te is. És mi volt nagyapával? Örököltem az asztalos tehetségét. Ki mondott ilyet? Nem hiszek az ilyesmiben. Pedig én nagyon kedveltem, ellentétben veled. Nem bírtam az őt körüllengő dicsőség sugarat. Csak kézzel végzett munka az igazi munka. Ekkora hülyeség. A nagyapád nagyon kedves és sármos volt, de makacs is. Engem nem nagyon kedvelt. Azzal sem értett egyet, hogy karriert akartam csinálni. Tanya! Itt van Sven! Üdv! Főzne neki valamit? Esetleg a kedvencét? Biztos emlékszik rá? Örömmel. Sven, mennem kell. Elképzelni sem tudjuk, hogy mi mész keresztül, és mennyire megvisel. De ha valamiben segíthetünk, hozzánk bármikor eljöhetsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. Ez a te otthonod is. Köszönöm. Mennem kell. Szombaton lesz apád ünnepsége, ugye jöttök? Mindenképpen. Délben kezdődik. Rendben. Szia.
A te labdád? Júlia, kérlek, igyekezz! Már így is elkéstünk. Nem tudom, mit vegyek fel. Nincs semmi. Valamilyen ruhád csak van. Nem, nincs semmim. Vegyem fel azt, amit javasoltál. Mit javasoltam? Semmit. Hogy semmit? Mesztelenül. Te tényleg megtennéd? Érted, megtenném. Szeretnéd? Gratulálok. Köszönöm. Örülök neked. Köszönjük. Na hát, ez gyönyörű. Ez enyém. Jaj, köszönöm. Te sütötted? Hát itt vagytok. Jól nézel ki. Új öltöny. Farmerban nem jöhettem. Szép a ruhád. Gratulálok. Köszönöm. Apa. Köszönöm, fiam. Üdvözlöm. Júlia, örülök, hogy itt Minden vagytok. Minden jót az új munkádhoz. Gyertek. Gyertek, ígyunk valamit. Kocintanunk kell erre a nagy napra. Mindjárt jövök. Sven! Szia! De jó látni. Krisztina, szia! Nem tudtam, hogy Stockholmban vagy. Ő Krisztina, Sven egy turi. Tudom ki Krisztina, már találkoztunk. Egyetemi társa. Szia, Júlia. Anyukád nem mondta, hogy az irodájában dolgozom? Nem mondta. Nem tetszett Londonban. Anyukád olyan hihetetlen ajánlatot tett nekem, hogy nem tudtam ellent mondani. Nem mesélte? Persze, hogy meséltem. Csak nem emlékszik rá. Sven, hogy vagy? Mindannyian aggódtunk. Há, semmi bajom, de te fantasztikusan nézel ki. A hosszú hajad is jó volt, de ez még szebb. Köszönöm. Azt hittem, már nem is emlékszel rám. Hogy felejthetnélek el? És mi van a golffal? Még dolgozom rajta. Igen? Hetente kétszer a golfpályán vagyok. Akkor találkozzunk. Úgy golfoznék egyet. Felőlem. Jó. Gyere velem. Az egész golfklub itt van. De jó. Üdvözlöm. Hello. Kedves barátaim. Kedves barátaim, hatalmas öröm számomra, hogy ezen a szép napon köszönthetek itt mindenkit. Én köszönöm. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek. Igazad volt. Na, tényleg nagyon tetszik. Ezt? Lent a tónál? Igen, nagyon jól érzik magunknak. Hihetetlen. Na? Jól vagy? Nem tetszik a parti? De csak kicsit egyedül akartam lenni. Szomorúnak látszol. Hát, ahhoz képest, hogy ez a nagy napod, te sem tűnsz túl boldognak.
Mégis... Honnan tudtam? Nem megy olyan könnyen, ugye? Nem. Nem tudja, hogy ki vagyok. És kezdem úgy érezni, hogy talán nem is akarja tudni. Neki sem olyan egyszerű. Néhány napig kómában volt. Így is csoda, hogy ilyen gyorsan rendbe jött. Tudom, csak folyton úgy érzem, hogy rosszul csinálok valamit. Hogy túl sokat akarok, de én... Tennem kell valamit. Adj neki időt. Mintha idegenek lennénk. Emlékezni fog, az biztos. Ti ketten olyan boldogok voltatok, azt nem lehet elfelejteni. Legalábbis nem hosszú távon. Nem akartátok az esküvőt. Nem. Én a tanulás megszakítását elleneztem, sőt, most is hibának tartom, de hogy mindennek ellenszegülve a szerelmet választotta és valóra váltotta az álmát, az lenyűgözött. Néha még irigyeltem is érte. Miért? Te is valóra váltottad az álmodat. Igen. Na gyere, azt hiszem várnak ránk. Szia, kutya, hiányoztunk. Bali a neve, azt csak tudod. Persze, hogy tudom, és még sok mindent. Azt észrevettem. Igen. Gyerünk, kapd el! Talán az zavar, hogy hetek óta most először érzem jól magam. Nem, de az elég sértő, hogy a golfklubos barátaidat ölelgeted és cseverészel velük, engem pedig teljesen magamra hagysz egyedül. Ugyan, nem is így volt. Szereted Krisztinát? Dehogy, butaság. Én csak örültem, hogy látom. Sokáig jártunk. Igen, mi is. Rám is nézhetnél megint úgy. Csak tetszett, hogy végre megismertem valakit. Itt csak idegenek vannak, senkit sem ismerek. Tudom, hogy idegen vagyok számodra. Ó, a fenébe. Nem így értettem. Nem is teszel azért, hogy változzon. Mindenkit kérdezgetsz, csak rólam nem akarsz tudni semmit. Sajnálom, nem akartalak megbántani. Mégis sikerült. Hé, Julia, figyelj rám. Mutass valamit. Mutasd meg, hol csókolóztunk legelőször. Ha? Akkoriban pont fordítva volt. Te megcsókoltál, és azt mondtad, hogy maradjak állva. Majd körém rajzoltad a szívet. Persze te sokkal szebben csináltad. Ilyen romantikus lennék. Még szirmokat is szórtál. Tényleg? Tavasz volt. Tehát minden teljesen más volt. Ez is más volt. Akkor visszacsókoltál. Régen ezen csak nevettünk. Igen. Én ezt nem bírom. Rád nézek, és szeretnélek megérinteni. Meg akarlak csókolni és átölelni, ahogy régen. Tudod, milyen az, amikor a saját férjed, akivel évekig együtt éltél, úgy néz rád, mint egy idegen. Nem akar hozzád érni, nem akar rólad tudni. Ez nem az én hibám. Tudom. Higgy nekem. De akkor is fáj. Tudod, milyen, amikor felébredsz, és ott ül egy idegen, aki állítólag a feleséged? Mindig együtt voltunk. Imádtuk egymást. Majd belépsz egy házba, ahol sosem jártál, de hirtelen az lesz az otthonod. Folyton egymáshoz kellett érnünk. Nem akartál elmenni tőlem. És folyton azon töprengsz, hogy mit akarnak tőled az emberek, mert fogalmat sincs. Szerintem jobb, ha egy ideig nem látjuk egymást. Miért? Ki akarsz rúgni? Nem akarlak kirúgni. De nem látok más esélyt a számunkra. Attól félek, hogy úgy megbántjuk egymást, hogy örökre közénk fog állni. Van jobb ötleted? Sven! Ezen a napon azt mondtad, hogy még sosem voltál ennyire boldog. Thank you.
Jó reggelt, jól aludtál? Ah, először, hogy kijöttem a kórházból. Nagyon helyes. Ülj le. Nem vagyok orvos, sem pszichológus, de talán mégis hiba volt az apád. Találkozom a professzorral. Talán megengedi, hogy visszamenjek. Szép napot, anya. Elvihetem az autódat? Apádnak kell, mert az övét ellopták, de elviheted a bérautót. A komódon lévő tálban, mint mindig. Köszi. Szia, apa! Nem sokára együtt futunk. Jó lenne. Hé, ebbe meg mi ütött? A fiunk megint jól érzi magát. Ez biztos? Igen, teljesen biztos, de biztos, hogy te nem viszed túlzásba. Eléggé kimerültél. Minden rendben van. A kondim egyre jobb lesz, de a hasamon még dolgoznom kell. Egyébként küldtem 100 000 koronát Merett Westennek. Merett Westen? Megőrültél? Ez olyan, mint egy beismerés. Ne aggódj, csak betettem a postaládájába. Pár hétig nem tudott dolgozni. Szerintem 100 000 korona elég szép fájdalomdíj. Ezzel a dolog számomra végérvényesen el van intézve. Hát remélem. Na végre! Elárulnád, miért nem veszed fel a telefont? Ingrid Mahler hívott, meg akarja beszélni Svennel a gyerekszobába kerülő szekrényt. Sven elment. Mi? Ezt hogy érted? Szakítottunk. Tulajdonképpen kirúgtam. Ez hülyeség. Ti összetartoztok. A baráti körömből ti voltatok az a pár, akiről azt hittem sosem szakítanak. Igen, én is azt hittem. Akkor miért adott fel ilyen könnyen? Mit csináljak? Már nem emlékszik rám. Senkire nem lehet érzéseket erőltetni. A múltkor is olyan voltam, mint egy dílis zaklató. Ugyan. Julia. Sven régen teljesen felforgatta az életét miattad. Ha eszembe jut, ahogy rád nézett, a szerelem volt. De már nyoma sincs a szerelemnek. Vissza kell szerezned. Mégis hogy csináljam? Fogalmam sincs, de te vagy az a nő, akibe beleesett. Akire már nem emlékszik. És ha megint beléd szeret, mint akkoriban? Nem csinálhatok úgy, mintha nem lenne közös múltunk. De! Hogy ismerkedtetek meg? Rendben van. Nagyon köszönöm, professzor úr. Viszlát! Milyen volt? Nagyszerű. A professzor megengedte, hogy a szemeszter végén megismételjem az utolsó vizsgát. Fantasztikus. Akkor ősztől kollégák leszünk. Úgy tűnik, anyám kénytelen lesz kirámolni az irodáját. Ah, biztosan szívesen megteszi. Én minden esetre gratulálok. Van még ma programod? Már csak rövid megbeszéléseim lesznek. Vagyis délután szabadnő vagyok. Mit szólnál egy golfhoz? Van kedved? Persze. Hű. Van valami, amit nem tudsz a pakoláson és a sütésen kívül? Pakolni megtanultam. Muszáj volt, miután te nem csináltad meg. Aha. Emlékszel, amikor azt mondtad, hogy én vagyok a tökéletes nő a számodra? Hibákkal együtt? Igen, emlékszem, de kérlek, ne beszéljünk az emlékekről vagy a memóriáról. Tudom, hogy szembe kell néznem a traumámmal, de ne egész nap kelljen. Egyet viszont szeretnék tudni. Te hagytál el, vagy én téged? Te engem. Méghozzá hirtelen, teljesen váratlanul. A házasság előtt közölted velem, hogy már nem szeretsz. És miért nem folytattam a tanulást? Nem tudom.
Ha mondtad volna, sem hallom meg. Annyira rosszul érintett. Igazi álompár voltunk. Azóta valóra váltotta valaki az álmaidat? Nincs hozzád hasonló, Sven. Oké. Okay. Talán egyszer még jóvá tehetem. Tegnap a fejemben még együtt voltunk. Ez már sokkal jobb. Á, igen. Szia! Szia! Láttam a fényt. Jól vagy? Igen. Még rengeteg dolgom van. Még mindig késésben vagyok. Ha szükséged van rám, itt vagyok. Ez kedves. Most a szabadon foglak. De ezúttal megfizetlek. Laura azt mondta, szakítottatok Svennel. Csak átmenetileg. Miért mesél ilyeneket egyáltalán? Kicsit utána néztem a részleges amnéziának. Ha az első napokban nem jön vissza az emlékezet, akkor soha többet. Miért mondasz nekem ilyet? Néha olyan gonosz vagy. Csak nem szeretném, ha áltatnád magad, inkább szembenéznél az igazsággal. Szeretnék egy ajánlatot tenni. Működjünk együtt. Te mint ács, és én mint asztalos. Ezt hogy gondoltad? Alapítunk egy céget, és egyben kínálunk mindent. Építkezés, felújítás, bútorozás. Ez nem is rossz. Végig gondolhatom, most nem tudok dönteni. Persze, csak nyugodtan. Maybach úr, itt a rendőrség. Az autóról van szó. Üdv! Üdv! Jászper nyomozó, Maybach úr? Csak nem megtalálták az autót? De, Hames hő közelében, az erdőben állt. Tegnap előtt talált rá néhány kiránduló. Úgy tűnik, belekeverték egy balesetbe. A nyomok egyértelműek. A szülei autójával ütöttek el július 16-án egy fiatal nőt Ingarő egyik utcáján. Ez borzasztó. Hogy van a nő? Á, Marlene Maybach vagyok. Az autó a férjemé. Volt egy komolyabb csonttörése. Szerencsére egy arra autózó azonnal megállt és hívta a mentőket. Azon a napon jelentették, hogy ellopták az autót, Frau Maybach. Lenne pár kérdésem a férjéhez. A férjem nincs itthon, de én szívesen segítek. Ez csak formalitás. A férje azt állítja, hogy a baleset reggelén, vagyis július 16-án itt a házban tartózkodott. Július 16-a, igen, azon a napon tudta meg a legfelsőbb bíróság döntését. Pontosan emlékszem, mert elég sokáig reggeliztünk, az autó eltűnését pedig napközben vette észre. Előtte lévő este a bírósághoz közel vacsoráztunk, és mivel ivott egy kis bort, inkább ott hagyta az autóját, és velem jött haza. De hát ezt maga is tudja. Jó. Hát, ha itthon volt a férje, akkor neki nem lehetett köze a balesethez. Köszönöm, ennyi volt. Azt állítja, hogy apám hazudott magának. Nos, mivel nincsenek tanúk, akik látták volna az apja autóját a bíróság előtt, meg kellett kérdeznem. Köszönöm a segítséget. Később elhozhatja az autóját. Micsoda szemtelenség. Mindenképpen panaszt kell tennünk a rendőrfőnöknél. Apát cserbenhagyással gyanúsítani egyszerűen sok. Ő csak a munkáját végzi. Szerintem mi ne avatkozzunk bele. Sven. Julia? Mit keresel itt? Csak erre jártam, és megláttalak. Szabad? Nem maradok sokáig, mennem kell.
És mit csinálsz? Tanulok és tanulok. Igazából ez a törzs helyem, úgy értem, csak volt. Régen sokat jártam itt. Belül is szép. Én is sokat voltam itt. Nem kérek semmit. Köszönöm. Pont itt ismerkedtünk meg. Komolyan? Ugyanilyen voltál. Arra gondoltam, miféle könyvmoly vagy. Ihatok belőle? Persze. Tudod, ami a zavaró ebben a játékban, az az, hogy te tudod, mi történt régen, de én nem. Sven, ez nem játék. Persze nem akarlak nyomás alá helyezni. Egyszerűen erre jártam, mint akkor. Oké, értem. Nem akarlak feltartani a tanulásban. Várj egy kicsit. Akkor mondd el, hogyan ismerkedtünk meg régen. Ott hátul. Csak melletted volt hely. Fel sem néztél a vastag könyveidből. Te mégis megszólítottál. Szerintem csak megkérdeztem, hogy miféle vaskos könyvek ezek. Jog, válaszoltam bizonyára. Aztán megkérdezted, hogy én mit csinálok. Erre elmondtam, hogy nem könyvvel, hanem fával foglalkozom. És ez tetszett neked. Aztán kicsit beszélgettünk. Ennyi volt, semmi különös. Most mennem kell. Örülök, hogy megismertelek, Sven. Én is örültem. Julia! Julia! Itt hagytad a telefonodat. Nem tudod, mi történt, de ugyanazt csinálod. Ugyanez történt? Csak akkor nem direkt hagytam ott a telefont. Aztán folytatódott. Most már emlékszel? Csak sejtem, mit csináltunk? Hozd a könyveidet és megmutatom. Gyerünk! Oké. Hé, ne csináld, ne! Gyere le! Hagyd abba! Nem így volt, nem emeltél le. Lecsúsztam és beleestem. Nem hiszem el. Szerintem most csak kitalálod, hogy sokkot kapjak, és én is beleessek. Akkor sem mentem bele, és most sem fogok. De, belementél. Gondolkodás nélkül. Nem tudtál felhúzni, te is beleestél. És most meg akarod ismételni mindenki előtt? Akkor is mindenki látta. De talán igazad van, és folytassuk a kút utánival. Oké, mi volt utána? Nos, hát, csuromvízesek voltunk, és... Van egy találkozom, ne haragudj. De vald be, hogy csak kitaláltad az egészet. Ki tudja. Hogy első nap volt-e, arra nem esküdnék meg, de talán a második. Vagy harmadik. Ha tudni akarsz még valamit magadról, hívd fel! Mire gondolsz? Úgy érzem, visszatértem. Jól érzem magam. Végre jól érzem magam. Lehet, hogy egy kicsit nekem is közöm van hozzá. Igen. Igen, az lehet. Gyere! Isteni a víz! Gyere be! Ugye milyen jó? Szia! Ó, hát itt vagytok. Velünk ebédeltek? Krisztina csak hazahozott. Még van egy időpontom. Jaj, halaszd el. Biztos? Olyan szép esténk van. És?
Újra itt van. Miért hoztad ide? Mert zárva volt a műhely. Nem is olyan vészes. Akkor is eladom. Már úgysem egy fiatal darab. Nagyon megsérült az áldozat. Egy nő eltörte a lábát. Egész jól alakult minden. A balesetem napján történt. Igen, Sven itt volt, amikor benézett a rendőrség, hogy értesítsenek a megtalálásáról. Gyertek, begyújtjuk a grillt és eszünk egy jót, gyertek! Ne siessük el a dolgot. Szerintem se. Ciao. Sven, miért ment el Krisztina? Mert kora reggel dolga Ez van. Régen sem tartotta vissza attól, hogy itt aludjon. És nekem is tanulnom kell. Ilyenkor túlzásba viszed. Tudod te, hány vizsgám lesz a jövő héten? Jól van, na, örülök neki. Örülök, hogy végig akarod csinálni. Jó éjszakát. Sven, ha már rólatok beszélünk. Tudod, hogy régen nekem is fenntartásaim volt a Krisztinával, de amióta nekem dolgozik, fantasztikus nő lett belőle. Tökéletesen végzi a munkáját, mindenki áradozik róla. Oké, mire akarsz kiukadni? Láttalak titeket együtt, és olyan, mintha az elmúlt 4 év nem is létezett volna. Számomra nem is létezett, anya. Erről beszélek. A sors adott egy második esélyt, ezúttal évele. Látszik, hogy még éreztek valamit egymás iránt, és remekül összeilletek. Egyébként pedig tartozol neki. Mert szakítottam vele, amire nem is emlékszem. És mi van Júliával? Neki nem tartozom, ő a feleségem. Hát ezt a dolgot is minél előbb meg kellene változtatni. Úgy értem, nem lehetsz valakinek a férje, akit nem is ismersz. Ráadásul, őszintén szólva, Júlia elragadó lány, de egy ilyen nővel nem építesz fel egy életet. Miért? Milyen az életem? Például ez itt. A tanulás, Krisztina. És ha rájövök, hogy a 4 év volt az, akkor mi lesz? Szerinted ez nem egy jel? Krisztinára emlékszel, de Júliát elfelejtetted. Természetesen nem gond felbontani a házasságot, csak mindkét félnek akarnia kell. Sven nem emlékszik semmire, Júlia pedig be fogja látni, hogy felesleges úgy tenni, mintha létezne a házasság. Szerintem ezt nekik kell eldönteniük. A fiunk jelenleg nem döntésképes, ezért segítenünk kell neki, ez a kötelességünk. Nem beteg. Csak nem emlékszik mindenre. Akkor mi ez az emlékezet kiesés? Ráadásul folyamatosan tanul, az is egy döntés. Igen. Ha fél év alatt akarja behozni 2 év anyagát, akkor muszáj is. Csak nem szeretném, ha megint a fejébe venni az asztalos szakmát. Hobbinak felőlem lehet, de ne elsődleges munkának. Ezt már megbeszéltük. Apám egész életében asztalosként dolgozott, mégis boldog volt. Tényleg? És végül a fia fizette ki az ápolását, mert nem volt elég tartaléka. Nem az ő hibája volt. Rengeteg más körülmény volt, ráadásul szívesen tettem. A fiamnak minden esetre mást kívánok. Neki vagy neked? Ezt hogy érted? Így is túl sok mindenbe szóltunk bele. Elvégre mindenben te döntöttél. Ez nem igaz. Emlékszel, Ausztráliába akart menni, de te Oxfordot tetted vonzóvá, amíg elhitte, hogy az ő döntése volt. Oxford sokat adott neki, az volt a helyes döntés. És a foci? Bejelentetted a golfklubba, ezért nem maradt ideje az egyesületre. Szívesen golfozik. Igen, akkor még szerette. De nem hagytál neki választást.
Néha még engem is túlságosan irányítottál. Legfelsőbb bírónak talán? Nem, én a balesetre gondolok. Ugye nem akarod azt mondani, hogy én tehetek a balesetedről? Természetesen nem. De el akartam menni a rendőrség. Itt volt a rendőrség? Már megint a baleset miatt? Hát itt vagy. Már féltem, hogy lekésed a szemináriumot. Még mindig az autóeladásról van szó. Jó reggelt. Jó reggelt. Mennem kell, este találkozom. Várj, beviszlek a városba. Halló, Sven? Halló? Julia, szia! Szia, Sven, hívtál? Én? Nem hívtalak. Ja, értem. Ah, akkor megint a mobilot. Korábban is előfordult, hogy magától tárcsázott. Lezárnád kérlek, mielőtt zsebre teszed? Kösz, Sven. Julia, várj egy kicsit. Úgy is akartam veled beszélni. Szeretnék kérdezni pár dolgot. Oké. Találkozhatnánk később? Persze. Oké, akkor úgy egykor a kútnál? Jó? Persze. Oké, akkor később. Szia! Szia, Sven! Marlene? Mi az? Csak látni akartam, hogy vagy. Hogy kell le segítség? Köszi, meg vagyok. Ha esetleg a műhelyben... A műhely még mindig az enyém és Svené. Ha Sven kiesése miatt bármilyen pluszköltség keletkezett volna, akkor azt szívesen kifizetnénk. Ez nagyon kedves, de egyelőre nem tudom, hogy szükséges-e. Julia, épp a házasságotok felbontásán gondolkozunk, és szeretnénk tudni, hogy állsz hozzá. Ti vagy Sven? Sven nem meri. Noha nem ismer meg téged, bűntudata van miattad, de erről tényleg nem tehet. Tehát jól értettem? Ki akartok fizetni? Eszemben sincs felbontani a házasságunkat. Julia, te félreértettél. Azt akarjuk, hogy Sven újra normális életet élhessen felhőtlenül, és Sven is ezt akarja. Velem nem volt normális. Egy másik élet mellett döntött, befejezi a tanulmányait, egyik vizsga követi a másikat, ezért minden erejére Marlene, szüksége van. Én csak Svennel beszélek a házasságunkról, vagy annak felbontásáról. Hello, szia. Mit akarsz? Nézd, mit találtam az egyik könyvben. Kérdezni akartál valamit. Kivele? El akarsz válni? Ezt kimondta? Ráadásul el sem mered mondani. Miről beszélsz? Csak teher vagyok, akitől meg akarsz szabadulni. Julia, fogalmam sincs, miről beszélsz. Milyen gyáva vagy, anyádat küldött hozzá. Anyám nálad járt. Tudod, Sven, lehet, hogy ugyanúgy nézel ki. De nem az vagy, akibe beleszerettem. Menj vissza a normális életedbe azzal a sok hazugsággal. És mondd meg anyádnak, hogy elválunk, és visszakapja a kisfiát. Jó napot, beszélhetnénk. Nem ér rá estig? Ha el akarok válni, akkor azt én közlöm Júliával. Hogy jössz ahhoz, hogy beleavatkozz a dolgaimba? Ne, csak félreértette. Tudni akartam, hogy áll a dologhoz. Kénytelen voltam. A jövőben nincs ilyen, értetted? Csak meg akartalak szabadítani a feladattól, hogy kicsit felgyorsítsam. Máskor bízd rám a dolgot. Vizsgaidőszakban nincs szükséged ilyen helyzetekre. Kizárólag a tanulásra kell koncentrálnod, nem? Ma van az első vizsgád. Apának igaza van. Mindig eléred, hogy azt csináljam, amit akarsz. Nem Oxfordba, hanem Ausztráliába akartam menni. Hallgatóztál? Nem beszéltetek halkan. Kísértetiesen hasonlítotok apáddal egymásra, de nem hibáztatom magam azért, mert előre gondolkodom. Akkor kaptok észhez, amikor késő. A tanulást is ezért hagyhattam abba, mert megint be akartál beszélni nekem valamit. Én sosem áltattalak, csak meggyőztelek. És mi volt Oxforddal? Megtanultál angolul, diplomát szereztél, amit bárhol elismernek. Nyugodtan válogathatsz az egyetem után London, New York. És ha én nem ezt akarom, ha másik életre vágyom, az a szörnyű, hogy fogalmam sincs. Végig úgy érzem, hogy titkoltok előlem valamit. Valami van, például azzal a balesettel. Mi történt? Miért titkolóztok? Én okoztam a balesetet? Nem titkolózunk, ebben biztos lehetsz. Csak szeretnénk kisegíteni egy nehéz helyzetből. Igen, hát persze. Hey!
csak elhoztam a cuccaidat. Már megyek is. Mi? Ne, várj, várj! Én nem akarom felbontani a házasságunkat. Én igen. De miért? Mert nem létezik. Mert anyádnak igaza van. Minél hamarabb megszűnik, annál jobb. Várj! Anyámnak nincs igaza, ő csak elront mindent. Sven, én nem bírom ezt tovább. Nem akarom folytatni és látni a cuccaidat. Én csak... Értsd meg, nyugalmat akarok! Gyerünk, szállj ki! Nem. Mit akarsz tőlem? Nem tudom, én... Elég! Elég legyen! Nem tudom, de kiderítem. Sven, én nem bírom. Nem tudom napról napra eljátszani a régi életünket, azt remélve, hogy emlékezni fogsz. Kérlek, nincs hozzá erőm. Kérlek, adj még egy esélyt. Csak egyetlen egyet. Folytassuk a baleset napjától. Nem akarom. Nekem most és itt kell az életem. Az én Svenemmel. Jaj, Sven, ne kövess már folyton. Úgy érzem, hogy megcsaltak és magamra hagytak. Ez olyan megalázó. Az egész egy rémálom. Számomra is rémálom az egész. Emlékezett kieséssel sem kell ennyire hidegnek lenni. Így nem szerethettél és nem is fogsz soha szeretni. De szerettelek. Szerettelek. De én már nem akarlak szeretni, Sven. Szerettelek. Most már tudom. Csak hagyjál végre békén. Ne, engedj el, mit csinálsz? Hallod? Megőrültél? Engedj már el. Sven, mi a fenét művelsz? Megfoglak. Csak megfoglak. Ah, te jó ég. Ma van a vizsga. Ha nem csinálom meg, akkor az egész év felesleges volt. Most már mindegy, úgyis lekésem. Nem, elviszlek. Oké. Gyere, elviszlek. Gyere. Menjünk. Mélyen tisztelt miniszter úr, tisztelt kollégák, kedves barátaim. Igazságról és igazságtalanságról döntünk, amik gyakran együtt járnak, és olykor sokat időzünk a döntés előtt. Annak, akiről döntenünk kell, csak egy másodperce van a döntése előtt. Sven akadékoskodik. Nem tudom, mit teszik azon a nőn. Nem akar elválni. Ne avatkozz bele. Úgy érzem, mindent előről kezdünk. Csak forgunk körbe. Ráadásul lassan kezd emlékezni. Az csak jó. A balesetről kérdezett. Kihallgatott minket a teraszon. Nem tudom, mi lesz, ha mindenre emlékezni fog. Találkoztatok a kikötőben, amíg mi állítólag reggeliztünk. Kómában volt. Percre pontosan, biztosan nem fog emlékezni. Szia! Szia! Hogy Szia! Ment? Úgy tűnik, 28 pontom van a 30-ból. A szuper! Igen. Hihet, csak az első vizsga után kapsz. És ezt mindig. Gyere, foglaltam asztalt. Várj, Krisztina, azt mondtuk, lassan haladok. Azt csináljuk. Ha anyádon volna, már holnap összeházasodnánk. Nem akarlak bántani. Nem is bántasz. Nekem ez nem megy. Mégis mi nem megy? Nem tudom úgy folytatni, mintha mi sem történt volna. Kezdesz emlékezni. Még Júliát szereted. Nem, még nem emlékszem, de érzek valamit, hogy volt valami, és ezt nem nyomhatom el tovább. Szóval megint faképnél hagysz, mint legutóbb. És ugyanaz a nő. Sajnálom. Én is. Búcsúcsók. Azért együtt ebédelünk, ugye? Nem. Nézd, ezt nem teheted. Barátokat hívtam, és tartozol ennyivel.
Oké, rendben. Szia, Bali! Szia, te bolhaság! Gyerünk, futás! Futás! Szia! Na? Na? Miről akartál beszélni? Gondolkoztam a dolgon. Csináljuk meg. Egyesítsük a cégeinket. Ez szuper, örülök. Uh-huh. Akkor kocintunk, nem? Mindenképp. Minden rendben? És mi van Svennel? Ő is benne van, vagy nincs? Ő nincs benne. Egyáltalán nincs. Tele szomjas vagyok. Még nem jött vissza? Nem, nem is jön. El fogunk válni. Oké. Akkor ránk és az új projektre. Pontosan. Szóval a jövőben sokat leszünk együtt. Lehet, hogy nem csak hivatalosan jövünk össze? Az jó lenne. Igen, az tényleg jó lenne. Barom. Egy idióta. Mocskos szemét. Azt hiszi, két nőt is megkaphat, csak mert amnéziás. Engem nem. Soha többé nem beszélek vele. Azt hiszed, beléphet a házamba, soha többé nem jön be. 100 méterre se közelíthet meg. Julia? Julia? Julia, jó, hogy elértelek. Axel vagyok. Axel? Kérlek, add Júliát. Júlia most nem tud beszélni. Veled pedig soha többet nem fog. Ugyan, Axel, hadd beszéljek Júliával. Hát pillanatnyilag ez kissé... kissé alkalmatlan, de megkért, hogy mondjam meg, nem akar látni és hallani sem. Júliával mostantól üzleti partnerek vagyunk. Azt akarja, hogy hagyd békén, és ezt bíróságon is érvényesíti, ha kell. Viszlát, Sven. Julia Maybach hangpostája. Hagyjon üzenetet. Akkor annál jobban örülök. Üdvözlöm Júliát. Átadom neki. Te is anyának, jó? Szia, apa. Szia. Vízre merészkedsz? Jó ötlet. Mondd, mikor találkoztunk itt utoljára? Azt nem tudom. Nem a baleset napján, mert van egy emlékkép a fejemben. A kinevezéseddel kapcsolatos. Biztos, hogy nem aznap történt. Akkor hosszú reggelit tartottunk anyáddal, amit máskor nem teszünk. De itt sokszor találkoztunk. De mikor volt az utolsó? Erre sajnos már nem emlékszem. Pedig akkor történhetett, amire nem emlékszem. Tudom, hogy előtte mindig lejöttem evezni. Lehet, hogy pár nappal a baleseted előtt volt. De úgy tűnik, hogy lassan emlékezni fogsz. Ez haladás. Klassz. De még kicsit félek. De egy döntést már meghoztam. Krisztinával nem folytatjuk a kapcsolatunkat. Aha. Anyád nem fog örülni neki. Köszönöm. De talán így van jól. Visszamész Júliához? Nem tudom. Igazából semmit sem tudok. Nem tudom, melyik élet a jó és melyik a rossz. Irigyellek azért, hogy te mindig tudtad, hogy mit akarsz. Igen. Sok év után még mindig szívesen vagyok bíró. El se tudom képzelni, hogy ennyire rajongjak az asztalos munkáért. De a jogért... Úgy van ez, mint a zenészeknél. Ami a zenészeknek a hangjegy, az nekünk a paragrafus, amit élettel kell megtöltenünk. Mit akarsz ezzel mondani?
Sajnálom, hogy akkoriban próbáltunk más irányba terelni, és hogy ennyire Júlia és a műhely ellen voltunk. Nem kell félned a döntéstől. És ne légy tekintettel ránk. Te döntesz magadért és értetek. Este találkozunk. Mondanom kell valamit. Gyorsan, mennem kell. Nem tudok tovább hazudni a fiunknak. És? Mit akarsz tenni? Elmondani az igazat? Azt hittem, megbeszéltük. Nem beszélhetnénk ezt meg este, most mennem kell. Nem élhetek úgy, hogy egyszer majd talán napfényre kerül az igazság. Ez egyszerűen nem megy. Nem számít, hogy tudja vagy sem. De nekem igenis számít. Legfőbb bíró vagyok. Elvárják tőlem, hogy tiszta legyek, és a jót képviseljem, függetlenül a személytől. Megszegtem a törvényt. Akkor menj börtönbe. Ott várnak, akiket lecsukadtál. Igen, de legalább bele tudok nézni a tükörbe. De ne várd, hogy én is börtönbe menjek. Mi az, veszekedtek? Csak egy kis nézeteltérés az étel miatt. Apa, én gondolkoztam a baleset reggeléről, és biztosan Megan, tudom, hogy... teljesen igazad van. Tényleg találkoztunk a kikötőben. Olof, kérlek, ne! Aztán el akartam menni kocsival a bíróságra, de közben elütöttem egy nőt. Hogy mi? Akkor hívtam fel apádat, hogy baleset ért, sok hatása alatt állt, és nem látta azt a nőt. De aztán valaki odament hozzá, és elhajtottam. Mert hozzád sietett. Jogilag nézve, ez cserbenhagyás. Ha feladta volna magát, az a legfelsőbb bírósági állásába került volna, ezért nem mehetett a rendőrségre. Sven, ezért nem mondtuk el neked, hogy megkíméljünk. De pont kapóra jött, hogy nem emlékszem rá, sem a reggeli evezésre, sem Júliára. Jaj, Sven, hagyd abba. Persze, hogy azt akartuk, hogy újra emlékezz. De azért arra számítottunk, hogy talán nem emlékszel rá. Hirtelen minden olyan volt, mint régen. Elvesztettünk téged. Majd újra itt voltál. Soha sem akartad, hogy Júliával éljek. Sven, elkísérnél a rendőrségre? Biztos, hogy ezt akarod? Igen, biztos. Örömmel. Elutazom pár hétre. Ne mondj semmit. Muszáj. És mi lesz a műhelyjel? Már beszéltem Axellel. Egyesíteni fogjuk a cégeinket, és amíg nem vagyok itt, addig ő a főnököd. Utána úgyis át kell szerveznünk mindent, ha neked is jó. Részemről rendben, de szerinted a menekülés a legjobb. Júlia! Aj, a menekülés sosem jó megoldás, én is tudom. De el kell mennem. Hogy gondolkozzak. És hová mész? Elutazom. Oda, ahová nem egyedül mentem volna. Mondd, hol van Júlia? Nem érem el a mobilján. Sven, menj, semmi keresni valód itt. Hátul van, a műhelyben.
Megkért, hogy vigyázzak a boltra, és tartsalak távol. Megőrültél? Engedj át! Már elkéstél. Hagyd békén Júliát. Kérlek, hagyd ezt abba. Júlia a felesége. Szóval már az? Mindenre emlékszel, vagy csak játszol egy kicsit? Tudod te, mennyire megbántottad? Örökre el akar felejteni. Axel, nincs kedvem verekedni veled, de ha mindenképp akarod, hát legyen. Ő a legcsodásabb nő, akit ismerek, és te csak úgy elfelejted? Júlia! Bárcsak engem is így szeretne egy nő, mint téged, Júlia, de ez úgysem érdekel. Ne csodálkozz, hogy lekésted. Laura, hol a feleségem? Elment. Tényleg összejöttél a volt barátnőt? Fenét, az egy félreértés. Mondd el, hol találom Júliát. Fenn, lásd be, elvesztetted. Laura, tudnom kell, kérlek, szeretem őt. Elutazott. Oda, ahová nem egyedül akart menni. Köszönöm. Júlia! Júlia! A feleségem a hajón van, állj! Állj, 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 állj! Júlia! Mit ordibálsz már? Krisztinával már vége, és nem is volt semmi. Az egész egy nagy félreértés volt. És most? Ha le akarsz szállni, sietned kell. De nem akarok. A következő megálló Szentpétervár. Szuper. Oda úgyis együtt akartunk elmenni, nem? Most már emlékszel? Nem, még nem emlékszem, de szeretlek. Na és a vizsgáid? Elhalasztam. Lesz egy joghallgató asztalosod.